A sportág történetében első ízben rendeztek ifjúsági Európa-bajnokságot, a kontinens viadalnak, a grúziai Tbiliszi adott otthont. A 42 atlétás számláló magyar csapatban ott volt a nyíregyházi Leveleki Bence is, aki a távolugrás selejtezőjében a mezőny legfiatalabbjaként 706 cm-t ért el, és ezzel bejutott a döntőbe. A finálé már kevésbé sikerült a még 16. születésnapja előtt álló versenyzőnek, aki 683 cm-es eredménnyel a 12. helyen zárta az ebét. Boldognak boldog vagyok, de elégedetnek nem annyira elégedett, mert a döntőben nem sikerült kihozni magamból a maximumot, és emiatt maradt bennem egy kis bizonyítási vágy. Leveleki Bence edzője szerint tanítványa akár előrébb is végezhetett volna az Európa-bajnokságon. Egy kicsit csalódott voltam, mert hogyha azt ugorja, amit a selejtezőben ugrott, akkor benne van az első nyolcban. A döntőben az első ugrás egy nagyon jó ugrás volt, 7-20 fölötti volt, de sajnos belépett, utána pedig már görcsölt, így elerülködte az egészet. Nem hajtotta végre rendesen a feladatot, tehát nem tolta végig az ugrásokat, elkapta a lábát, és így csak 6-83 lett. Ez pedig a 12. helyre volt elég. Bár Leveleki Bence hármas ugrásban is elindulhatott volna, ő is elkapta az egész mezőnyt elérő vírusos fertőzést, így abban a számban nem állt rajthoz. A fiatal atléta jövő hétvégi felnőtt országos bajnokságon már szeretne ott lenni a távolugrás mezőnyében.